az elhangzottakkal kapcsolatban ugye bennem is mindenféle gondolatot merülnek föl, és ez, hogy megszüntetik az írásoktatást, ez most bennem nagyon keményen hatott, mert én azt tapasztalom, hogy ez most gyümiát oktatok, hogy az, hogy az elemi osztályokban a gyerekek már nem tanulnak számolni, tehát nem tanulnak összeadni, kivonni, az bizony a felső tagozaton a gondolkodás bizonyos módjainak a kiesését jelent. Tehát bizonyos dolgokat egyszerűen nem látnak meg, amit úgy különben meg simán kéne érzékeljenek. Ez csak azért van, mert az a bizonyos idegi pálya, hogy nevezik azt általán jobban tudja, tehát az a kapcsolat, ugye, ami kialakul akkor, amikor a gyerek megtanulja azt, hogy egyben ért az kettő, meg hogy kettő mínusz egyben egy. Az nincs, mert hogy kibötyögtetünk a számológépen is. Na most, ha az írás is eltűnik, akkor egy másik hasonló dolog fog kimenni az emberünk gondolkodásból, és bizonyosan nem most lesznek következményei, hanem valamikor, majd sokkal később. Na, de hát ez azért most személyes zárójelem, ami csak bánt. Pontosan azért, mert hogy én most a 30. tanévemet kezdtem meg, és 30. éve vagyok a tanügyjel kapcsolatban elérhetetlen. Mert nem hagynak tanítani. Ezért vagyok. Tehát első percben kezdve nem tudtak tanítani. Első éve csak úgy rácsodálkoztam a világra, hogy miért kell nekem ugyanazt tanítani, mint az egyetemen tanultam. Mert hogy lehet egy tizedikes gyereknek úgy előadni, mint nekem az egyetemen, mert hogy neki még ibolyája nincs arról, hogy mi az, hogy kémia, én vagyok meg. Szóval, kész. És azóta is egyfolytában, mert nem hagyják, hogy azt tanítsuk a gyerekeknek, amit kell, amit ők használni tudnak, amivel élni tudnak. És itt az élni tudnak, hogy ők alkalmazzák a gyerekeket. Na most, az egyik ilyen elégedetlenkedésemnek a sok éves eredménye volt, hogy hál' Istennek ez a módszertani nap, ez megszületett az iskolában, mert hogy módszer van. Tehát mindenféle tudományos és mindenféle akármilyen tudományos szessziók vannak világszerte, biztos, hogy az én hiányosságom, nem tudok róla, hogy lenne módszertani konferencia bárhol. Tehát, hogy van, nem tudjuk. Tehát nem elterjedt. Mert ők nem igazán szoktak azzal foglalkozni, hogy hogyan is tanítsuk. És az a kis logó, ami ott van, hogy így tanítok mi a gyerekek között, azt szerintem nagyon is képletes, és nagyon jól mondja, hogy mit akarom. Gyerekekkel akarom foglalkozni, az ő szájuk íze szerint. Mert nekem az a véleményem, hogy a gyerekek ellenállása, a tanulással szemben, és azt hiszem, hogy ezt ebben egyetértünk, meg kell őket győzni arról, hogy nekik fontos az, amit ott tanulnak. Tehát az ő ellenállásuk az azért van, mert nem úgy csináljuk, ahogy az a gyerek számára emészhető lenne. Ugyanis a gyerek kíváncsi. Vele született dolog, hogy ő kíváncsi. És úgy tanulja meg, hogy milyen a világ, hogy kipróbálja. És amikor nem hagyjuk, hogy ő kipróbálja, akkor borzasztóan tiltakozik, és sír, és kiabál, és egyre. Ugye ezt mindenki tudja, hogy meghatja. Ugyanezt csinálják az iskolában is. Nem figyel oda. Hülyéskedik, rosszalkodik, mert hogy nem azt kapja, amit akar. Megint fogok mondani más irányba, tehát akkor maradok annál, hogy van nekem most megint egy olyan kis diákcsoportom, aki kimondottan akar tanulni. Volt már egyszer egy ilyen szerencsés ember vagyok a pályán elején, már 80-as években. Volt egy ilyen szintén 6-8 diákból álló kis csapatom, akivel 5 éve keresztül sikerült mindig eljutni az országos kémia olimpia mezőnyébe, sőt az utolsó két évben még a lotba is belekerült gyermek. Tehát akartak tanulni, és én nem tanultam meg azt, hogy kell azt csinálni, hogy ők akarják azt. Tehát ők úgy tálaljuk nekik, hogy az működőképes legyen. Azóta is milliószor próbálok olyan dolgokat ki, tehát én egy ilyen kísérletező tanár vagyok, egyszer meg is kaptam az egyik 8. osztálytól azt a diplomát, hogy a legkísérletező tanár, de minden értelemben. Tehát mindenféleket kipróbálok a
kutatásban, hogy a gyerekek számára, a mindenki számára, tehát minden gyerek számára minél emészhető legyen, és hogy elhiggyék azt, hogy tanulni nem csak bizonyos, hogy is mondjam, zseni gyerekeknek a kivételes lehetősége, hanem tanulni mindenki tud, hogyha hagyják és hogyha akar. És hogy ezt az akarást kéne valahogy egy kicsit segíteni. Na most én arra gondoltam, hogy a gyerek az játszani mindig is akar, sőt mi is szeretnünk játszani, igaz? Tehát a gyereket miért nem. És olyan dolgokat próbálok velük, ami játékosan viszi el őket a tudomány világába. Na most az egyik dolog, amit itt a Budapest a Zavarnyosi táborban elindítottunk ezzel a mostani kis csapattal, ugye egy olyan példatár lenne, ami jánuszarcú példatár, vagyis ha az egyik oldalról nézem, akkor kémia példatár, de ha a másik oldalról nézem, akkor matematika a példatár. Mert hogy kémiát nem lehet matematika nélkül tanulni, ugye? Tehát egyértelmű, reál tantár, a tantár nyelve, a kémia nyelve a matematika. Tehát nincs mese. Bizonyos dolgokat tudni kell. És akkor úgy képzeltük el mi ezt a példatárat, hogy az egyik oldalon a kémia feladatok oldalán, a megoldásokban, utalások lesznek a matematikai részre, amelynek a megjelenítése a másik oldalról szintén utalásokkal, alkalmazásként a kémia oldalra. Na, ez volt az egyik dolog, amit elkezdtünk. Most nem ezt fogjuk bemutatni, mert hogy ez egy kicsit hosszadalmas dolog lenne, és ezt majd még a téli, meg a tavaszi ott létünk alkalmával fogjuk majd valahogy, hát nem is véglegesíteni, mert azért gyerekek dolgoznak rajta, tehát azért nem egy ezért gyorsan. De az anyag ütésen már túl vagyunk, tehát azt ügyesen megszerveztük odafel, kicsitnek és nagyobbnak rendszereztük már a dolgot. A másik dolog viszont, amit most szeretném megmutatni, az egy olyan ötlet, ami szintén csak az első lépés még, tehát ezt is majd tovább fogunk fejleszteni, egy olyan program, ami tanító program, de játékosan tanító program lesz, amikor majd kész lesz. Tehát az elképzelés az lenne, hogy egy olyan számítógépes játék alapjai legyenek, ami most menő, hogy így mondjam, az ifjúság körében. Tehát feladatok lesznek majd benne, azokat a feladatokat valamilyen keretjátékban meg kell oldani, és akkor ebből mindenféle jutalmakat lehet nyerni, és természetesen közben mindenféle meg lehet tanulni, miközben azokat a feladatokat megoldjuk. Na most ennek csak nagyon az alapja az első lépés, mivel a kémiát 7. osztályban kezdjük, és a 7. osztályban a vegyjel tanulás az egyik legfontosabb dolog, mert hogy ugye, hogy a nyelvnek a betű az alapja, a kémiának a vegyjel az alapja. Ezeket a vegyeleket aztán majd képletekké fogjuk alakítani, ugye a képletek az alap nyelvben, és amikor a képleteket is ismerjük, a jelentésüket is tudjuk használni, akkor majd reakció egyenleteket is írjuk belőle, ugye azok a mondatok, és akkor már tudunk kémiáról beszélni. Úgyhogy az első lépésnél vagyunk, tehát a vegyjel tanulásnál. Na most én, amióta tanítok kémiát, azóta én a kicsitnek a vegyel leellenőrzést, tehát ugye mennyire ismeri a vegyeleket, az ugyanolyan módon történik. Két hetük van arra, hogy felkészüljenek a vegyelek, persze nem az egyébkosos rendszer, szóval nincs sorra, van vagy 50-60 elem és kész. Táblához megyünk három egyszerre, 10 kémiai elemnek mondom én a nevét, és ők három helyen írják a vegyelet. Na most ezt úgy kell tudni, hogy ha én azt akarom mondani, éjjel álmodva, amit felvász 2 órakor, és azt mondja, hogy rátium, akkor mondod, hogy na, és alszunk van. Tehát ezt valahogy így kell tudni, tehát én mondom a kémia jelenet a nevét, ő írja a vegyelet, amit nem lehet javítani, nem lehet kihagyni, semmi. Hibából a 10-es, 1 hiba 9-es, 2 hiba 8-as, 3 hiba 7-es, 4-es. Tehát nincs 3 hiba. Tehát a 10-ből 2-t lehet hibázni, utána kezdődjön. Vagyis meg kell tanulni, tehát nincs más. Na most ennek van egy módszere persze, és erre találtunk ki első lépésként egy ilyen találtuk. Tehát találtuk ki a gyerekekkel
tehát semmi ilyen világi beleszólása nincs. Egy négyes napot, egy programot, amivel ilyen tízes adagokban lehet a gyereket gyakorolni. Na, ezt mutatnánk meg, mert ugye ez a teljes részében a gyerekeknek a munkája, az alapvetően az enyém, és ezzel még fogunk majd alakítani, hogy mégiscsak olyan tanulás legyen belőle, amilyen szeretnék. Ezt fel fogjuk majd tenni erre a elérhetőségre, amivel én a honlapján, és akkor onnan majd gyerekek levehetik és gyakorolhatják. Tehát akkor ugye Tudás Ádám, aki az egyik alapember a csapatban, és aki ezt csinálta, és hát most akkor megmutatnánk, hogy ez az egész dolog hogyan működik. Néhány pillanat az egész, mert hogy mondom, az első lépés, tehát ez a világ premier, tulajdonképpen, hogy is működnek. Na, gyere Ádám, hogy ez mi a... Most hát ez tényleg egy végtelen szó, szóval valószínűleg ezt a végtelen, és mindent elkezdjük. Az első lépés az, hogy elkezdünk, ezt már később valószínűleg... Lehet, hogy egy kicsit, hát tudjuk meg, ez nagyba volna, hogy akkor az még vár a magát. A felvontás. Szóval az első adat, azt már valószínűleg kicseréljük egy ilyen bejelentkezős oldalra. Minden 800-as. És ez lenne a főmenü, itt lesznek a kategóriák. Egyelőre vegyelet vannak meg, oda-vissza, tehát vagy megadja a nevét, hogy megadott a vegyelet, vagy megadja a vegyelet, és mindenki meg az kerembelét. Két nehézségi szintet is beraktunk, tehát előbb az egyszerű nyilvánvaló elemekkel kezdik, hidrogén, hélium, stb. A normál verzió pedig már az összes meg kell teljesen. Én most teszek egy kezdőt, és például vegyelek. Így nézve a visszatérő oldal, 10 kérdésben áll, de ezt lehet módosítani a rájúról. 10 másodperccel rendelkezésre a válaszadásra, ez is módosítható. Stap, megnyomással itt megjelenik a kényelme neve, már megjelenik a vegyelét. Ez a kripton, én nem tudom, hogy KM. Azonnal visszajelzik a kripton, hogy erre valóban kell, teljesen már szóltál. Most a kényelmel fontos például az, hogy a betűket nagyvetően írjuk, szóval a foszfor helyen azt mondom, hogy ő. Én nem fogod jelni, mert napig kell tanulni. És ugyanígy meg tovább. Magyarázza, hogy miért hibázott, tehát hogy mit hibázott, tehát odalent megvan az alsó részben, ha látjátok, hogy miért hibás a hibás, és hogyha jó, akkor jó. Na most én úgy gondoltam, hogy minden még egy olyat is fogunk venni, hogy utaljon arra, tehát akkor elhibázza, ne feltétlenül mondjuk meg, hogy most hogy kéne jól megmondani, hanem hogy például a latin névnek az első két betűje a vegyelme, keresd mélyen utána, hogy nézed utána, mert ugye úgy tanulja meg. Tehát akkor tanul meg valamit, hogyha nem készen kapja, hanem neki kell egy úgy utána nézni. Tehát ezen még. És a legvégén van egy kiértékelő kormányzat, megmondja, hogy helyes válasz volt, fel is sorolja ezeket, hogy hol mit mondott, az jó vagy rossz volt. És mindezeket menti egy adatbázis, ahol tárgyaljuk az összes ilyen eredményét. Most későbbiekben ezt már össze akarjuk kötni egy ilyen webes, egy webszerverrel, és egy másik gond segítségével ezt mind fel tudja majd tenni ennek. Talán ő pedig otthon a nyomon követeti a gyerek progresszióját a tanulmányban. Szóval, na de a lényeg az, hogy ebből aztán majd képletek lesznek, tehát képlet felírást is ugyanígy lehet majd gyakorolni, a vegyület osztályokat lehet gyakorolni, illetve majd eljutunk oda, hogy reakció egyenletében is lehet gyakorolni. Aztán, hogy a dolog szép legyen, szerves része is lesz a dolognak, tehát a szerves képletek felírása, a név, képlet, név, variációban ugyanígy. Mert hogy nekem az a heppem, hogy addig, ameddig ezeket az elemeket nem ismerjük, addig semmit az életet a világban nem tudunk például megtanulni. Tehát nem az információ a lényeg, hanem az információ használata a lényeg. Tehát megtanulják az elemeket, és ebből arrafele, aztán amilyen szintre el akarnak jutni, el tudnak jutni. Tehát aki, tudom én, egyetemre akar menni, akkor vállalatlan és elmegy, de aki csak a minimális alapszintet akarja, annak sem lesz semmi gondja, mert ugye a hatos szintet bármikor el tudja. Ennek az alap információs adatnak a segítségével.
Na hát, mondjuk ennyi lett volna a mi részünk. Ez lenne az a bizonyos kis tanító program, amit aztán majd remélem, hogy használni fog. Kérdése van valakinek. Ezt már kitalálták azt, hogy otthon csinálja, vagy értek, és a tanár azt majd nézi. Amikor legelőször ezt hallottuk, hogy a vizsgázás is így lehet, akkor a mi szocialista tejjel nőtt fejünk azt mondta, hogy nem lehet. És arra dolgoznak, akkor a gyermek otthon nem ő fogja csinálni, hanem valaki más. Ez igaz is, mindaddig, amíg meg nem győztük a gyermeket, hogy neki kell tanulni. Nem a kémia tanárnő szomszédját kell ide hívni, hogy csinálj már meg a reggeles feladatát, feladatát. De azért van, mert ezen a szinten minden ügyes. Ez ott működött rendesen, ahol ezért a tudókért fizetünk. Most onnantól kezdve, hát most nem azon, hogy kérjük pénzt, de onnantól kezdve, amikor már valami anyagi vonzata van a dolognak, nem fogja maga helyet oda állítani a másikat, mert a célja az, hogy ő tanulja. Most hát nekünk valahogy azt kell elérni valamilyen eszközzel, ezt nem tudja senki, hogy ő győzzük meg, hogy neki jó lenne az, hogy ha tudna. Igen, ez a tanulat. Köszönjük szépen! És akkor több kérdések.